A sikerek még áprilisban kezdődtek Szegeden a Gyermek és Ifjúsági Fesztiválon, ahol két korosztály mérettette meg magát. Az általános és középiskolás csoport is első nekifutásra szerzett aranyminősítést ezen a rangos országos versenyen. Ezt követően Deszken a Rözögtessük meg fesztiválon kimondottan délalföldre jellemző táncanyaggal lépett fel a felnőtt korosztály. Itt is sikeresen szerepeltek, számos hivatásos táncos között harmadik helyezést sikerült elérniük. Május 28-án Ráckevén hirdettek országos verbunk versenyt. Ennek kötelező anyagai a különböző huszártoborzó nóták és táncok voltak. Itt a forgatós minden indulója aranyminősítést ért el. Ebben rengeteg munka van, tehát itt nem egy héten egyszer van a próba, hanem minden nap keményen, este akár 10-ig is, vagy ha kell 11 óráig is keményen dolgozunk. De hát ennek én mindig elmondom a táncosaimnak, hogy ez hozza meg az eredményét, tehát ennek meg lesz a gyümölcse, hogyha mindenki komolyan veszi, elfogadják az instrukciókat. Hétfőn egy különleges útról Erdélyből érkezett haza a társulat. Itt olyan településeket, falvakat látogattak körbe, ahol nagyon híres adatközlő táncosok élnek. Itt a még meglévő népszokások, táncok, énekek, viseletek gyűjtéséről tanulhattak a fiatalok. A társaság a jövő hónapban Lengyelországba kapott meghívást, ahol egy nemzetközi ifjúsági fesztiválon fogják Magyarországot képviselni. Az együttes a közeljövőben sem pihen, június 24-én 19 órakor rendezik meg hagyományos tűzugrásokat a szökőkút előtt. Ez egy nagyon látványos produkció, ahol nem csak a szentiválnéi tűz átugrása, hanem az azt felölelő néphagyomány, a tűzszentelése, egyáltalán a tűznek a különböző tűzhöz kapcsolódó különböző néphiedelmek, hagyományok, szokások, hogy miért ugrunk tüzet. Ezekről mind egy kicsi kis műsor keretében ízelítőt kaphatnak a nézők. Évek óta mindig egyre nagyobb létszámú turista látogatja ezt a rendezvényünket, és kinőttük már a múzeum előtti teret. A tervek szerint egészen 11 óráig tart majd a táncház és az eddigi tanév anyagából összeállított bemutatók. A számos nyárra tervezett rendezvény mellett őszre hatalmas megtiszteltetésre kerül sor, ugyanis a társulatot felkérte a Szegedi Nemzeti Színház egy önálló műsor megrendezésére, mely során a Tiszta Szívvel című műsorukkal fognak majd fellépni.